Jó reggelt, Vietnám, üdv a csatornán! Reaper jelentkezik a következő csodálatos gameplay-jel, viszont ma megígérem, egy kicsit gyorsabban fogunk pörögni, mivel Ferike megmondta, hogy nem csinálok semmit, csak forgok, mint kurva a lavorba, a haladás az meg nuku. Hát, úgyhogy úgy fogok pörögni, gyerekek, mint egy kínai autószerelő, vagy nem tudom, mihez hasonlítsa magam. Hát, keeperhöz, mint aki megivott 100 kávét. Mondta, hogy rendesen felidegelte magát, mert annyit forogtam, pörögtem, meg gondolkodtam, úgyhogy gyerekek, olyan spontán leszek, spontán, pörgős, iszonyatosan, durván, nem provokatív, hát remélem nem provokatív leszek, hanem produktív leszek, gyerekek. Hozd a flexet! Nem lehet megállni egy pillanatra se, olyan munka van itt, gyerekek! Flökszőnyikő. Még jó, hogy a flex az nem fogy ki, mi? Mármint ez nem kell töltőre rakni, hát az aztán jó lenne, hallod? Várjál, még egy kicsit legugorunk, kukorcolunk. Mindent itt leflökszölünk. Nagyon gyorsak leszünk, gyerekek, tényleg úgy fogok pörögni, most nézek mindent. Hol van ez? Egyébként meg van rettyenve egy kicsit az a verda, így le van ülve. Látod? Na, találd-e. Vajon előre guggolással még lejjebb megyünk. Gyerekek, így már érted izében, mint béka perspektívában. Ott is van egy kis... Kinn az utcán dolgozunk, gyerekek, napfényé. Na, kell fel a földrű. Na, ugorja fel platóra. Úgy. Na, gyerekek, mert múltkor láttam, hogy van egy ilyen új aláírási stílus, legalábbis egy csaj nyomta, hogy flexel, karcolta bele a fényezésbe, így a nevét, ilyen zsss, és képzeljétek, hogy jól nézett ki, az volt a durva benne. Mondom, mi a franc, ez a csaj, ez tud valamit, öncsém. Olyan szépen beleírta, ott is van egy mocsok. Mocskos. Meg kell nézni mindig, hogy az ível a rust az hogy van. Már 13 ezeret ér, egész jók vagyunk, gyerekek. Color condition és a rust. A rustot, hogyha el tudnám tüntetni teljesen, akkor biztos dobna az áron, csak nem tudom, hol van még rust. Rusty. Ezt folyamatosan csekkolgatni. Figyeljetek, nagyon óvatosan át kell néznem. Nem szabad megállni, bazze, mert lecseszést kapok kólyabb oldalon. Egy pörgök, mint majom farkán, a stanyecli. Ki tudja, mi az a stanyecli? Múltkor ezt mondta egy munkatársam, hogy bazze, pörögsz, mint majom farkán, a stanyecli. Nem tudtam, hogy mi az a stanyecli. Aztán kiderítettem nagy nehezen, kiugliztem, hogy egy zacskó. De valaki hallotta már ezt a mondást, hogy pörög, mint majom farkán a stanyecli? Mert hogyha ma... És még mindig van rust, de hol a rust? Nézzük már át. Valahol van még rust. Ez egyébként ez a rustos dolog, ez egy őrület. Hol a fenében van még rust? De tényleg nem látom. Várjátok, kinyissom az alsót. Ugye az izé rust számít csak. Ott a kasznin lévő, tehát hogyha ilyen alkatrészen láttuk, az nem ér a neve. Na, ez volt az. Ott van, kész, fullos, csillagos a rászt. Már ki vagyok tanulva, mint az őrület. Na, majom farkán a stanyecli, valaki vágja, mi ez a mondás? Kéne nekem egy szinkúr, meg kéne nekem egy... Gyerekek, ki van ez az akkumulátor? Ha hogy a tökönbe, mi történt itten? Na, szinkúr. Jegyezzétek meg, szinkúr. DOE 102. Kettő. Tik. Egy elég lesz? Elég lesz. Figyeljetek, elég lesz. Okosba fújja a keeper. Várjátok, úgy kéne csinálni, hogy ezt is le kéne ködölni szépen. Várjál. Úgy kéne, hogy gyorsan, nem? Azt akkor nem fogy sok festék. A color condition-t azt fölnyomjuk. Chili lesz a kocsi, de nem működik. Ez a tipikus magyar tuningol, balkán tuningolás, érted, hogy kinéz valahogy, az új festést megkapja, de a vezérműszínyat egy cérna tartja. Na, és akkor egyébként azon gondolkoztam, hogy megmondom a frankót, nem tudom mennyire tudjuk eladni ezt, szerintem, hogy 15 ezerért minimum, hogyha fullosra megcsinálja a keeper, papé. És akkor lehet, hogy kéne magamnak is nézni valamit. A legjobb az lenne, hogy valami oltári roncsot megcsinálni, így a nulláról, és akkor lenne egy projektkárunk. Tudom, hogy projekt, de a projekt az olyan jó. De projekt, az tök jó. Projektor. Van olyan, hogy projektor? Projektornak nevezitek a projektort?
De nyilván a projekt, akkor az nem projekt? Az projekt? Hogy az mi? Az hogyan van? Mika éppen van? Na, nézzük, Sanyika. Hogyan van itt a dolog? Megnézzük, hogy mennyi a color conditionünk. Gyerekek, már 14.820, és még valahol van. Motorházban volt? Vagy hol volt? Valahol van még valami, amit nem festettem le. Nézzük meg szépen okosan, figyelj. Szerintem küszöbb. Na, baj, de nagyon nem látsz alá most. Stanság. Ott meg koszos egy picit, de azt mondja. Oh, itt a... De rákörültünk. Már előre kell hajulni, azt akkor alá is látok. Szerintem ez itt fullos. Pörgök, mint majom farkán a stanyecli, bazze. Ilyet mondani. Ilyet. Stanyecli. Stanyecli vagy stanecli? Azt se tudom. Biztos a platón van valami elszúrva még, mi? Húha. Ezt annyira nem látod meg, bazze. Ez így hol áll? Jó, hát itt lehet, hogy az nem lesz fullos, mert én nem fogom itt keresgetni napestig, érted? Megnézzük a motorháztető, itt nem volt valami kaparás, de hát nincs. Még mindig? Ah, fullos, fullos a kolor, és 15.000-be fáj már. Figyeljetek, azt az aksit vissza kéne rakni, azt meglássuk, hogy mi lesz. Olyan rendetlenség lesz ebben a műhelyben, hogy beszartok neki. Na né, tedd be azt az ajtót. Nézzük ez az aksi, meg miért hullott ki a helyéről, ha? Valami nem stimmel. Na van. Ezt meg kell húzni valamit? Várj, hol van a kulcs? Hova tettem a kulcsot? Szóval azért van minden gyerekek, ha milyen munka ez? Kicsit meg van ülve a gép. Akkor azért nem indult el? Valami nem stimmelt. Ott a csavar, bazze! Mégiscsak csavar, nézd oda Feri! Még jó, hogy nem szedtem ki az elindított, látod, tudtam valamit, várjál. Wow, ez perc kivetsz. Hoppá, és most tudja, hogy indulni fog a verdácska. Hát ez volt a baj. Megy a videó egyáltalán? Én azt sem tudom, merre vagyok előre. Na. Figyeljetek, már bungatom is a verdát. Fogadjunk már többet ér. Nem. Na. Meghúztam két csavart. Hoppá! Köszörülünk! Van ebben üzemanyag? Pedig kérj eledi üzemanyagnak, hát ott az... Hát az elég nullám van, mi? Lehet, hogy nincs benne benya, de hát le van szarva, hát aladjuk. Akkor mégiscsak benya problémánk van, de viszont az volt levöltesve az aksi. Tuti le volt merülve. Azt elhiszem. 15.000 megy a háztú, gyerekek, nem tökölünk bele többet, megy a háztú. És mi megmegyünk a, tudjátok hova? A junkyardra! Meg kéne, föl kéne tuningolnom egy kis junkyard méretet. És akkor ugye több cucc lesz ott, igaz, hogy tovább fog töltődni, de hát kipör majd epofázza az időt addig. Nem tudom, egyáltalán lehet, hogy nem is halljátok, amit ilyenkor mondok, mi? Mindig ebben vagyok aggódva, mert vannak olyan játékok, amikor töltődik, akkor nem veszi. Komolyan. És akkor mit mondjak itt? Kelemen kabátba, better a businessbe. Ja, itt hú, valami ízét. Én tudjátok, én már tudom, hogy mit akarok, egy Rally 1002-est, szarrá tuningolva, az kéne nekünk, gyerekek. Az kellene nekünk. Egyébként ja, valami írogattatok, hogy a Larába is lehet ilyen Epic motorokat, meg mindent rakni. Azt majd megnézzük. Ja, hát most ugye rengeteg dolog töltődik be, mert ugye felraktuk a Junkyardnak miért hét. A junkyardnak, és több autó, meg több dologtől lesz itten valami. Ez mi a szar? Ez egy ülés. Viszont gyerekek, ha ilyen sportülés, meg ilyet láttok, akkor mindenképpen ilyen tuning cuccokat láttok, akkor az nagyon kell a keepernek, úgyhogy az figyeljünk. Ó, vagy kicsit a charger az le van csettintve. Hát nem a legjobb állapotban van. Na, mennyibe kerül egy ilyen? Egyébként egy ilyet megvenni, 3000, ezt fölpattintanál egy picit, biztos tök jó lenne, nem? Lemosnád. Meg kikasznéznád ilyesmi. Itt meg van egy pick-up, hát ezek nem nagyon jönnek be a keepernek, megmondom őszintén. A merga azért egy kicsit megint le van lagva, oda néz, akkor a luk van rajt, ilyen Fréri Béri kocsinak így elmenne, hogy kieső az alján. Hú, még vannak itt gyerekek, az a bölcső, de egyébként ilyen rossz alkatrészeket, rossz alkatrészeket mi értelme megvenni, nem tudod felújítani, érted? Mármint ugye jó alkatrészek, azok nem ilyen rozsdások, például ott van ez az,
Ladának szerintem a... Mi az? Ja, az, légszűrőháztető. Gyerekek, van itt minden, mind a búcsúban. De nekem pont az nincs, nekem valami kelet-európai csoda kellene. Ott egy műszerfallól, hogy még a műszerfalt is ki tudod belezni. A milyen motor van ebbe a csodába? Ha, a váltó ott van, oda néz, és el van rohadva kaszni teljesen. Jó, hát itt akkor nem sikerült megfognunk az Isten lábát, úgy látom. Na itt van egy ilyen El Camino, figyelj, ezt eladtuk 15 ezerért, meg 4 ezer. Mondjuk azt erre ráköltöd a gatyádat is, oda néz. Ez szerinted kibe bujkálsz rajt, basszus. Na, menjünk innen. Menjünk vissza a garázshoz, és nézzük meg, hogy nincs olyan használt kocsi. Pörögjünk, mint majomfarkán a stanyecli. És tanultatok megint valami, gyerekek. De nem arra kell gondolni, hogy a olyan farkán, hanem a farkán, tudod, van neki farka. Úgyhogy nem kell itt semmilyen izét belegondolni, pervez dolgot, meg ilyesmit. Majomnak farka van, nem a izére kell gondolni arra, ami elő van, hanem ami hátul van, tudod. Ja, nem az. Na, gyerekek, egy ladát dobjon már be ide, mert itt még nem töltödött be egy jármű. Ide egy lada, ide 1002-es, ide 1002-es. Na, francia sem bele, hogy ilyen izék vannak, ilyen kotlák gyerekek. Mennyi egy ilyen merga? 3000 szívódízzel, bazze. 22 ezer. Van 24 ezerünk ám, gyerekek. Azért mondjuk ezzel is lehetne biztos bungatni. Van egy motorunk is, de egyébként minek? Figyelj, én bele... Legyen holnap, és nézzük meg még egyszer Junkyardot, én azt mondom. Egyébként az ugrás az ilyen késleltetve van, az vicces. Mondom, hogy mikor nyomom meg a gombot. Most! És akkor egy ilyen utána ugrik. Mondjuk előtte nehezebb mi. Figyelj, időpörgetés. 23, reggel 6, reggel 11 óra. És már megyünk vissza a Junkyardra, mert én nekem az érdekel, hogy onnan valami csodát kéne szerezni. Elvileg másnap már más dolgok töltődnek vissza. Egy ezer kecsi lada, ne? Miattam akkora luk is lehet az aljá, mint a szar. Figyelj, nem érdekel. Jobban megy. Minden gram számít, igaz? Figyelj, nem is kellene. Kell bele egy nagy motor, ki kell belezni az egészet, meg egy bukulcső. Aztán csácsú, mi mehet neki, érted? Olyan kerekek, fú, meg valami vé... Megnézzük, milyen motort lehet berakni, de először kéne venni egy alapot. Kell egy alapot, egy projektkárt venni. Na, oda nézzetek, röpködnek az alkatrészek. Ugye hát ilyenkor belagol, mert töltődik be, meg végre ráadásul ugye itt a fizika is próbál igazodni. Ez minek az ülése? Valami jó sportülés kellene, egy kagyló. Várj, minek a... Minek? Hát ez valami nagyon jó. Ladá, jegye! Lada kupé név. Ladába is, Lada kupéba is izébe lehet. Ezt meg kell vennem, he. Ez jó, nem? Gyerekek, sportülés. Ez sportülésnek számít, remélem. Sport, hogyne? Figyelj, már meg is vettem egy sportülés. Piros rugó, gyerekek, az már vonzza a szemet, mi? Na nézzük, hol egy zsiga. Ott egy bukókeret, innen látom. Vagy mi az, egy autó? Ott van a zsiga! Ott van, de ez egy ezeröcsi. Nekem nem kell ezeröcsi. 1002-es, gyerekek! Hát ez patika, bazze! Jó! Ez patika! Kicsit le van rottyanva. Figyelj! Bazze! Szíd van, ennél jobban nem lehet szídfeles leve minden itt. Te mi van itt? Ez hozzájár. Mi ez? Na a gyerekek, se műszerfal, se kormány, se semmi. Ezt nevezik jó alapnak. Mennyibe kerül egy ilyen kotla? 2000-be kerül, hallod? Oh, ott meg van a izének cage. Ott van. Ez Lada kupénak a roll cage-e, úgyhogy ez nekünk nem jó, mert az nem kupé. Szerintem kemény Lada kupé van, mi a játékban. Belenézek itt a... Hűha. Ez meg egy ezeröcsi. Ezeröcsi. Figyelj, rás kirács, ne viccelj. Van itt minden. Minden is. Itt is azért ki lehet potyogni az alját. Meg kell nézni annak hogy milyen állapot. Azt a betyárnak. Kicsit kitört az eleje, nem? Ez egy Lada Cabrio, basszus. De az mekkora lukak? Ezt mikor hegeszted ki? Gyerekek, egy ilyen projektkár kell nekem. Keepernek kell egy ilyen projektkár. Ez a zsiga, ez például ennél jobban leszedett zsigát, ritkán látni, nézzük, hogy mit tud ez. A rászt? Ez nem is olyan rossz, figyeld, a color condition az egész jó. Meg koszos, mint a dög, de egyébként egész jó.
Figyelj, ez nem egy rossz alap szerintem, bár nem tudom, hogy azt ki tudom-e kalapálni, hogyha ennyire össze van törve. Hogy nehogy az legyen, hogy meg van hajolva a váz. Figyelj, ki... A bot és a blokk az még jó, az a durva, hát minden is rossz, meg nincsen, mi hiányzik, de a blokk az még jó. Jó, ezt meg is vettük, gyerekek. Ez lesz az alap. Oké, van bele már sportülésünk, nézzünk körül, oda nézni, micsoda felni, testvérem. 15-ös sárga levez, nagyon jó. Gyorsan körül sassantok, de valószínűleg új alkatrészeket fogok belevenni, bár aztán itt a junkyardon is ugyanúgy kapsz ám újakat. Az bele durva, mert látod, az is új. Itt ez a váltó, ez is új. Ugye látni rajta, hogy mennyire van leszedálva. Jó, hát a kaszni alkatrészek azok, itt vannak gondok. Ez mi? Ez egy csatba való. Jó, oké. Az nekünk jó is lesz az a gép. Menjünk is. Menjünk a garázshoz. Aztán nézzük meg, hogy mi a szitu. Hova tette? Ja, bazzer, nem jó. Ide kell izélni, hozatni. Nem ide kerül, hanem a junkyard elé kivágják. Ó, gyerekek. Hát ez csodálatos. Hát ez le van ülve, mint a iszap. Ja, nincs kereke. Ja, hát akkor nem csoda. Nincs a rizése. Fék se elől. Gyerekek, itt azért lesznek gondok. Ezt nem tudom, ez lehet, hogy egy kicsit nagy kihívás volt nekem. Komolyan. Na, csapassuk a garázshoz. Meg mi is megyünk utána. Oké, és hol vagy? Gyerekek. Azért lehet, hogy ez egy kicsit erős vállalkozás lesz. Na jó, kis az erkecsiből kihozni valamit. Jó, mert ajtókárpitok sincsenek, mindent kiszedünk ám. Figyelj, olyan könnyű legyen a kaszni, menjen mind az istennyire, hallod? Azt nézem, a motorháztetőt is lehet lekére berhelni. Vagy itt meg kéne nézni, hogy akkor írtátok, hogy konkrétan lehet venni tök nagy motorokat más autókba. Ha úgy csinálom, hogy itt beállítom az a ladát, ugye, mert most ez egy pontosan egy lada. Akkor... Mondjuk engine alkatrészeket vesszük. Engine alkatrészeket, akkor mindjárt meglátjuk, hogy mi a szituáció, nem? Itt van a sor 4, blokkot, 1-5-ös, ugye? Na, vagyok kíváncsi, hogy miket lehet. Azért meg külön kell izéket is venni, pisztonokat, vagy mi ez, nem piszton, de piszton. Beze. Ott a izé, ott a Weber. Ott a Weber. Ott van a karburátor. Fene itt azt sem tudom mi ez egyébként, most nem azért, bocsász. Ez már gyanús jobb és bal hengerfej. Az ugye aranyos. Turbocharger. Most ez komolyan, figyelj, ki van válasz valada? Ilyenkor gondolom csak azokat dobja, nem? Ne szórakozzon, hogy bele lehet rakni a V8-at, megőrül. Kompresszor! Na, Jani, ne szórakozzál! Új, ebben segítenetek kell, gyerekek, be tudom rakni a V8-at ebbe a kotlába. Ez mi hengerfej, bazze? Hány? 1, 2, 6, 1, 2, szerintem ez egy sorhatos hengerfej. Szerintem itt bedob mindent, de ez akkor nekem nagyon nem jó. Akkor mit tudok ebbe belerakni? Hát nehogy már be az bele tudjam. De mondjuk itt van egy gyújt... Izé, mi az? Gyújtás elosztó. Van 8 izés. Ez nagyon ilyen ladás. Te bele tudom rakni a V8-ot, azért az kajak lenne, nem? De várj, a badinál mit rak? De itt is bazza csak lada dolgokat ad. Ott a roll cage-e. Spoiler, meg minden. Itt is csak a lada cuccokat adja. Látod? És akkor az engine-nél is csak a lada cuccokat adja? Akkor belerakhatom a V8-at, baze. Hát ne szórakozzanak. Hát bele se fér. Hát mekkora az a V8-otod, meg a sor 6-ot? Engedjük el. Szerintem itt valami nem stimmel. Gyerekek, ez nem lesz kevés ez a pénz egyéb. Meg lehetne csinálni ilyen stance-re, ilyen nagyon patikár. Ott a sportülés. Ilyet vettem, de hol van az, baze? Az hova tűnt? Az lehet, hogy kim van még valaki, hagytam, nem? Hát az nem tudom, hova tűnt. Volt egy sportülésem. Az lehet, hogy már backpackben nincsen, ugye? Ja, itt meg amit összegubeztem, azok vannak itt. Várjál, ezeket leszórom. Ezeket el kell adni maximum. Aha. Oké, gyerekek, ennek nem tudom, neki álljak el. Lehet, hogy lemosom, vagy valamit csináljunk már vele. Lemossuk. Gyere barátom velem! Na, hol vagy? Akármeddig elér?
Kicsit lemosolom. Figyelj, lemosnám szerintem majd nőne az ára, nem mondjuk attól nem. Így lehetne azt is csinálni, hogy ezt kimókolom, aztán akkor lenne egy csomó pénz belőle, nem? Jó, van, először is lemossuk, a belső is menjen. Ki fogjuk belezni teljesen, mondjuk nagyon ezt nem kell, az a szerencse. Lökös le, ilyenek, rács se kell rá. Ilyen tipikus ilyen racse gép legyen, jó gyerekre? Tipikus racse. Az lenne a jó. Racsola, de valami neonzöld. Vagy valami ilyen nagyon epic színnel. Vagy minden alkatrész izé, más színű, vagy pedig ilyen izé lenne, ilyen fekete-fehér, ilyen police stílus, tudjátok, ilyen amerikai rendőrautó stílus. Hogy az ajtók azok fehérek, többi fekete vagy fordítva, ugye lehetnek ilyen dolgok. Egyébként tök jó színe van, ez az ilyen barack, ugye? Barack szín, hát itt is le kéne mosni. Jó. Ja, az üvegek is tiszta retkek. Azt is lemossuk. Jó, a gyerekek elsőre szerintem így lemostam, aztán még szeretnék szerezni pénzt, mert én úgy érzem, hogy nem az kellene, hogy ezzel lenullázom magam ezzel a ladával. És akkor mindig így folyamatosan szereljük ezt. Szerelést azt más nagyon nem is vállalok, hanem a saját gépemet meg akarom csinálni, mert elvileg lehet versenyezni, és ez nekem úgy adná, hogyha be tudnék nevezni, mit tudom én, a drag résztől a rallyig mindenbe ezzel majd. De ez tényleg egy ilyen epikre megcsinálni, ilyen nagyon furra. Az kéne, gyerekek. Jó, szerintem ez már elég tiszta. Ne kéne menni pizzériába, néha. Állja meg. Ne kéne menni pizzériába venni még egy ilyen. Figyeljetek, nem lesz rossz. Egyébként kaszni nem, nincs szétrovadva. Szerintem azzal bemákoltam, mert látjátok, nincsenek lukak. Nincsenek lukak, baszik, annyit kell hegesztenem, hogy nem elég 8 elektróda vagy rá. Itt ez egy kicsit el van fosva, nem? Gyerekek. Baszik, nincs is benne. Milyen, ki van szakadva a torony? Jaj, gyerekek. Egyébként érzem, hogy ezt meg fogom bánni, mert nem fogok tudni vele mit csinálni. De mindegy, menjünk gyerekek, megyünk, jó? Ez már most tetszik tulajdonképpen, szóval nem lesz ez gond. Na, le van támaszva? Támasz, gyerek, veressük neki. Csapjuk neki, gyerekek! Itt meg nehogy betöltődjön. Meg itt ugye ide is értek új autók. Lehet, találtam volna egy fullos ladát, mi? Ezt én meg hülye. Menjünk a... Azt a betyárba, azzal lefékez előttem. Ez majdnem fekenődtem rá. Hát menj az anyádba. Hát majdnem meghaltunk ettől hülyét. Oké, gyerekek. Akkor a zsigát... Az lesz az ilyen folyamat projekt, ami minden részbe dolgozunk rajt, ahogy szedjük a pénzt. Hát hogyha össze tudnék szedni szerintem még egy 10 000-et, akkor simán neki tudnék állni és meg tudnám csinálni fullosra. Viszont azt írjátok meg, hogy milyen motor tudok maxi belerakni. Gondolom a Sor 4-1-5 turbót azt tudnám megcsinálni. Az nem lenne egy utolsó dolog. De hogy esetleg gondolom, nem, szerintem ez hülyeség, az valahogy nem jó, hogy a többi. Hát azokat a nagy motorokat tudja, nehogy V8-ot biztos nem lehet belerakni, mivel már a motor tartó felfogatások nem ott vannak. Szóval ez valami érdekes, hogy kirakja a ladát, kiasztod a ladát, és akkor kirakja az összes motor alkatrészt, ami létezik, az hülyeség. Vagy létezik, belerakod a V8-ot? Kompresszorral? Nem tudom, ez egy kicsit nekem erősnek tűnik. Na most megyünk, csinálunk egy kis lóvét. Hát, hogyha találunk még ilyen... fajtát. Ezt mindig elfelejtem ezt a szót, mert mindig az ugrik be, hogy ez a barn. Ugye az angol verziója, komolyan. Mindig az ugrik be. Na itt lehet kihúzatni ebbe az egyenesbe. Nézzük meg, mit tud a verda. Bekapcsoltunk. Itt gyerekek szerintem a 200-at el fogjuk érni. A város jobbra, nehogy elfelejtsük el fordulni.
Tám 80. Megvan. Jó, kicsit lassítás. Szerintem rohadtul nincsenek rendőrök, szóval attól nagyon nem kell parázni. Na, megyünk a pizzériába, azt nyomjuk neki. Írták, hogy már messzebb, egyre messzebb kell vinni a pizzákat, szóval annyira ne örüljek. De valaki talán írta, hogy beresztetölődik. Mármint, hogy van, amikor ugye újra kezdődik, szóval közelre kell vinni. Azért most összefostam magam. Komolyan. Oké, okay, stoj. Lefullasztotta, pedig komolyan esküszöm nem akartam. Oké, okay, standardra dobtuk. Fogadjunk el, de másik irányba. Tudni, hogy az lesz, figyelj. 100% biztos vagyok benne. Ilyen üvegtigri szindrómás vagyok én ebbe. Jó, hát az FPS nem a legcsodásabb ebbe a játékba, de mindegy. Na, ó, megint vannak itt te. Oda nézzél. Megint vannak a közelbe is. Na. Vigyük, hova kell vinni? Egy minimapot egyébként tudtam volna értékelni ebbe a játékba. Nem kéne mindig itt temmezni. Aha, és akkor ledobja a izet. Ki? Ott balra. Szembe balra elvileg. Ja, bírtam volna. Azok mondjuk annak a falnak a izéje is megjelen egy misét. Lott távolságok kívüli modellje. Ó, oh, ne! Adjatok, adjatok, adjatok olyat, amitől a Keeper boldogan rohan. Nem dőlt el a motor, gyerekek. Le kell engedni a gumit, megállt. Régebben volt egy cross motorom, egy Yamaha YZ-m. Azt úgy szoktam, hogyha ilyen laza talajnál voltam, ugye a Yamaha YZ az full cross. Tehát nincs rajta kitámasztó, meg se világítás, meg semmi, hát nyilván. Ez hol a tökben van, gyerekek? Ezt egy komolyan mondom, ezt nem... Annyira nem tudok eligazodni ezen a mapon. Egy rohadt minimap. Figyelj, és akkor eldobja a földre azt a szart. Ki jössz és jobbra, ott szembe. Oké. Okay. Valahol ott. Ja, és azon ugye nincs semmi, még nincs kitámasztó, az egy nem enduro, az cross. És ugye le lehetett úgy, megálltál, húztál neki egy kövér gázt, laza volt a talaj, hátsó kerék básta magát, aztán ott tudtad hagyni valahol, nagyon vicces volt. De hogyha nem, sajnos nem laza talaj volt, akkor mindig az volt, hogy megérkeztem valahova, mint tudom én haverhoz ki hegyre, ilyesmi. Amikor hegyre az azt jelenti a szőlőhegy, tudjátok, ahol be lehet rúgni. Na mindegy, akkor ott mindig az volt, hogy így köröztem, aztán néztem, hol van egy fa, hol megállhatok, azt letámasztatom. Nagyon komoly volt. Hát ez ilyen. Ilyen. Várja, itt meg kimegyünk, aztán balra. Nem, ja, kimegyünk is balra. Az az érdekes, hogy ez máshol van, mint az. Azt kell figyelni. Itt kimegyünk is balra. Ezt fölvesszük. Hát itt nem fogok felülni a motorra, ilyen nagyon közeli helyeken. Dombokon, hegyeken. Kőbányák üregébe. Jó, oké. Okay. Szerintem megvalósítottam a ne csak pörögj, mint majom farkán a stonyeszti dolgot, nem? Jaj, adjál már egy izét barfin... Miért nem adnak ezek? Mi van? Le vagyunk csórósodva? Vagy mi a tököm van? Senkinél nincs egy izé, egy pajta? Szerintem egyébként úgy van megcsinálva, hogy nem adják, nem veszed meg, akkor nem is spónol be oda autón, vagy lehet, hogy megtalálnád a pajtát, csak ugye az useless lenne, nem tudod használni. Na várjál, ezt meg ugye jobbra. Itt már nagyon nem izé. Keeper komolyan kihorra, mint a pizzát gyalog. Itt valahol jobbra volt, ott a... Egyébként, ja, forgalom az nukú. Nem én kapcsoltam ki, nincs. Úgyhogy ezzel egy együtt kell élnünk, hogy nincs forgalom, nem is baj, legalább nem csapnak el minden. 3 percbe. Az mi ott? Azt hittem, hogy egy ember hirtelen. Na. Ja. Mondd azt, hogy adsz valamit. Ah, yes! Van neki jól barnya. Igen, jól tudjuk mindent. 2000-ért megveszik. 2000-ért megvette a Keeper? Hol van? Hol van? Nem mondod! What? 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 Ezt tudom lokatálni, vagy valami nincsen olyan opciója, hogy gyerekek, hát az olyan, amire elérek, és lemegy a nap. És mindig tabbal akarom eltüntetni a mapot. Ez miben volt, basszus? Mindig annyiféle játék, és komolyan mondom, hogy megszabdám nekik a játékkészítőknek, hogy ugyanazt a gomb billentyű kombinációt használhassák. Hogy a mapot azt mindig az M-re, a use-t azt mindig az E-re, vagy az F-re, érted? Ne az legyen, hogy játszasz 3 játékot, azt akkor nézzel, minden egyéb más, hogy working. Na. Most akkor várjál erre.
Mi volt? Ahol kijöttünk, vagy ahol bejöttünk, ott így Y átlósa jobbra, és utána megint jobbra. Aztán akkor majd valami lesz. Na. Tényleg nem tankoltam. Hát reméljük, hogy... Várjál. A standerre olyat lehet esni, ugyanígy így LTZ-vel egyszer így elindultam. És arra ugye egy kicsit ráborított, tudod, el tudsz indulni vele, csak amikor nyomsz egy bal kanyarat, akkor leér, és olyat dobott a motoromon, hallod ilyen seggel egy méterre odébb bent. Na itt kéne elvileg, jobbra. Figyelj, kifogy az üzemanyag, ennyi van, nem érdekel, szórakozunk. Itt valahol van valami olyan, ja, még odébb egyel. Mi ez, busz megálló, vagy mi ez? Itt a yardok. Tipikus olyan öböl, mint a yardok, ahol bánnak. Szerintem később lesz a rendőrség a játékban, vagy valami. Erre. Ja, a minimapér élet, izét adnám. Szerintem jó fele megyünk, igen. Hú, bazze. Jó, mindenképpen elmegyünk, ugye, utána ugye vissza lehet ugratni a járművet a garázsba, szóval nem kell trénelezni. A... Nem is tudom, miért kell, miért lehet venni izét, trélert a játékban, mert ugye például ott van az a, van egy ilyen shop, ahol lehet venni. De egyébként itt vannak ilyen útba ejthető dolgok. Valami versenypálya, meg ilyenek. Hát, de figyelj, most nem arra fogok rámenni. Oda megyünk, megyünk a barnhoz. Jó, hogy nincs olyan nagy forgalom, meg szerintem nincs is itt forgalom. Csak azon a főúton van, a sárgán. Jó, itt meg megint jobbra kéne mennünk. Itt lesz egy jobbos. Szolidba. Na, ez az. Közben megnézem, pillanat. Következő lép... Hát, balra. Jó nagy a map. Tök jó. Annyira nem akarok kétszázra menni, mert semmi értelme, hogyha elesek azt utána meg, akkor állíthatom fel a mat. Azt a betyár! Hát ez meglepő volt és mulatságos. Balra, ugye? Azt mondtam. Az lenne, majdnem fölfővágott a motor. Gép sárkány majdnem kinyílt. Hát szerintem megyünk jobbra itt, majd. Itt is így ki van tiporva, nézd. Olyan, mint hogyha ide tervezne a... Ja nem, mindenhol. Néha olyan helyek vannak, mint hogyha tervezne valamit oda a készítő, hogy majd később oda valamit fog kerülni, és már megvan a helye. Ilyen placeholder objektek. Na itt is jobbra. Nem megyek ki a főútra, mert ott vannak autók, azt meghalunk. Jó, viszonylag lehet haladni. Egyébként ez a motor, ez jó ötlet volt, olcsó. Rohadt gyors, ugye. Szerintem ugye a legtöbb autónál gyorsabb. Ha most szarát töröm, akkor nem lesz olyan hatalmas károm. És akkor a következőnél balra és balra, és akkor már ott is vagyunk. Kíváncsi vagyok, milyen járművet, csak nehogy egy ladát találjuk, egy faszaladát. Csúnya szó volt, bocs. Most már nem tudok mit csinálni vele. Oké, egy balost nyomunk. Azzal máma füvet kell nyírnom, gyerekek, odakint. Úrra utal a füvet nyírni. Nem szeretek füvet nyírni. Meg is látszik az udvaron, akkor a fű van. Fúj! Félek neki állni. De mindegy, meg kell csinálni. De mondjuk délután, mert legalább akkor megszárad. száznegyven utazóval szépen ladánál vagyunk. Itt lesz egy balos, kicsit jobbra kanyarodik az út. Kicsit ilyen szivatós, mert nézd meg, nem látsz ki. És pont ott lesz, fogadjuk mögötte a domb, mögötte a kanyar. Itt azért kered neki, akkor lehet, hogy elmész oda borért. Na, hosszú egyenes. Balra. Egy tóparton van valami, vagy valami óceán partján. Ha végleg visszavonultam. Hogy nevezik, hogy van az a szám? Kell egy ház. Lenn az óceán partján, ha végleg visszavonultam. Most veszítettünk el 50 darab nézőt, így kijobta a videót. Na, nézzük meg, mit bír a szerkezet.
hívre tesszük. Jó. Buzi, aki elveszi, mi? Jön volna valami keresztbe, és itt kilőttem volna magam a módra. Oda néz! Kiakasztottuk a műszer. 200! Isten tudja, mennyibe megyünk! Körbe fordul! Lassítok, bazze, mert nem bírom. Na, jó. De mák volt! De mák volt! Már én azt sem tudom, hol vagyok. Ezt visszahoztuk a halálból. Hol van az a barn? Jó, nem is jó helyen vagyok. Milyen óceán az, bazze? Hát ezt jó megcsináltam, na. Egy minimapot vagy valami gyerekek, hogy ebben a játékban nem tudod rakni a készítőt. Itt kell mindig idejelni, ekecsölni. És ez jó volt. Puszta közepén van, vagy úgy értem a... És ugye azt sem tudod, merre áll a karaktered. Ez csak egy pont van. Valahol itt lesz. Maximum ugye a haladás irányba tudsz következtetni, hogy jó felem vissza, így nézel a mapot, és akkor na most kávé. Ott van a... Hát le van az óceán partján a sós víz meg... meg a levegő, hogy izéljte, megette már. Olyan rozsdás lehet, mint a pusztulat. Oh, gyerekek! Gyűn a biznisz, gyűn a pénz! 20 000-ünk van, ebből kihozunk talán valami 10 000-et. Meg én azt lehet, hogy kacad van be. Figyelj, 2000-ért veheted meg. Szerintem ez valamikor ilyen negatívos, negatívos. Kicsit távol állok meg, én ezt nagyon élem, hogy így... Ez a legjobb... A legjobb része a játékban eskü. Na jó, hát ez meg... Oké, okay, Easy Rider öcsém. Gyerekek! Mi a tököm volt az a rózsaszín ott? Na, mi van itt? Na, mi van itt? Sandítsunk be. Kitalálja ki először. Ó, egy pick-up! Hát ez jó, így az ajtón akartam benézni, azt közben meg átnéztünk a falon. Egy piki-piki-piki-piki pick-up! Egy piki-piki V8! És ráadásul gyerekek! Ennek egyben van a motorja, mint a szar, bazze. Ez egy jó autó. Szerintem nincs is elrohadva. Ha, mi csoda, csoda! 9300-ba kerül. De ugye, meg Rust az jó. Over, megint az overall. Overall. Hát az ülések meg ilyenek, azok le vannak csettenve. Meg ugye... Annyira nem akarok szerelgetni, mert ugye ez elég gyors pénz, hogyha ezt így csinálom. Ez mi ez? Tetőcsomag tartoz, szerintem Ladának, lol. Megint az a hatalmas fejsze. És megint az a baj, hogy ugye ezeket nem tudom elvinni, ezzel nem tudsz mit csinálni. Most hát... Érted, lenne egy autó, abba bepakolnád, akkor el tudnád. Motorgumi, gyerekek, minden van. Ez meg... Valami V8-nak a szíja, de meg le van kotlava. Hát ezek... Várja, ezt el tudom rakni? Ha el tudom rakni, akkor elrakom. De ne, nem tudom elrakni. Hát el tudnám rakni, akkor elvinném, de nem tudja elrakni egyiket semmi. Ott az mi? Jó, azt elrakom. De hát szerintem semmit nem kapok érte. Meg hát kézben én nem fogom cipelgetni. Hát ez épp befért ebbe a garázsba. Jó, ez viszont ennek örülünk. Boldogok vagyunk. Oké, okay. És ami maradt, az meg itt maradt sajnos. Hát ezt még elrakom. Most beledobjuk a kukába, kapunk érte egy-két doncsit. Van itt egy ajtó, az milyen ajtó? Ez olyan, mint egy, úgy néz ki, mint egy golfé. Ja, ez egy Wolf, Wolfnek az ajtó. Oké, okay, hol a motorunk? Benne egy nagy fűbe. Ezzel az kéne, szintén, nem így kell, ível, visszaugratom a garázshoz. Meg ugye mi is megyünk vissza. Csak ilyenkor nehogy átoxiz addig, amíg nincs itt semmi, mert akkor vége van, gyerekek. Akkor jöhetsz vissza újra. Oké, okay, akkor van egy pick-upunk. Az komolyan rádobta a ladára. Hát nem mondod, bazze. Jaj, te édes Isten, komolyan mondom, hogy ezt rá kellett dobni a bazze a ladára. És ez mi történt ennek a izéjével? Ó, hát ez... Na, jó. Toljuk odébb. Hát bazze rácsap az új ladámra. Új, ez még mindig mi?
Ez miben volt? Miben volt ez a poén? Új ez még mindig? Gyerekek, azért az komoly az a Verda, nem? Tök tetszenek, ez jó az a pick-up. Ki ezt is kikéne ugye mókolni, hát hallod, most meg rácsapja. Nem volt eddig elég bolyadnak a szerencsétlen ladának. Rácsapta. Na, le kéne mosni. Hát gondolom esélytelen, hogy elindul. Van ebbe aksi? Van. Hú, gyerekek, az az aksi az. Kicsit kosz, nem? Nézzük meg benne a kulcs mi. Ugye az esély van-e, hogy elindul, vagy üzemanyag, vagy valami. Aha. Aksi szerintem ebben tényleg szó, ebben hót kuka az aksi. Jó. Sőt, szerintem ebben annyira kuka az aksi, hogy így látni rajta, hogy ugye ez ilyen rossz. Nem működő. Úgyhogy ebben kéne egy új aksi. Bár nem gondolom őszintén, hogy lehet, hogy azt sem, hogy kiordom ide a cuccokat. És akkor itt megcsináljuk annyira, hogy én nem fogok rá költeni. Ugye jó, mert így ingyenben meg tudod csinálni a festését, hát ingyenben meg a köszörülést. Ugye ami igazán pénzbe kerül, az ugye az alkatrész. Meg ugye a munka az rengeteg, rengeteg tud lenni. Na, itt majd rendet kell rakni. Vigyük a pumpát is, pump. Pump action pump. Ezeket felfújom, mert le van egy kicsit gyúródva. Hagyj békén a ladát. Ilyen mangelszerű felni van rajt. Mangelsz. Ilyen bebújunk alá, beférek alá így is. Így az a gumi, az elég kemény, nem? Vagy lehet, hogy csak koszos? Lehet, hogy csak koszos a... Az összes gumi le volt engedmedik. Mindjárt lemosom egy kicsit, azt meglássuk, hogy mi van. Egyébként ez annyira nincs olyan rossz kiállás ennek a pick-upnak. Ugye? Ez tök jó. Jó, ezt figyelj, az egyik pumpát, azt itt hagyom. Gyorsan lemosom, annyit megcsinálunk. Mi kell még? Más most egyelőre nem is kell. Mondjuk a hátulja megvarottja ma. Hátrafele áll. Szerintem ez... Ez megint el vannak fosva az ízek. Laprugók. Hát ez nagyon, nagyon ilyen fekete, látod? Látni rajta, hogy ilyen rossz. Másik oldalt. És laprugók azok kakik. Ott is valami nagyon kaki szerintem a... Mi az? Ott alatt a váltó le. A váltó is nagyon fostaliga. Itt az aprugók is meg vannak dögleve. Az a... Nem tudom. Ja, az első diffi, meg az is halott. Itt egy darab laprugó jó. De viszont a motorblokk az jó. Viszont ez a tárcsa, a szítárcsa, ez szar. Leömlők jók. Érdekes, leömlők jók. Nézzé, generátor jó. Minden. Tök sok minden jó ezen. Ezben egyébként egy rohadt jó V8 van. És jó, mármint hogy nincsen lepattanva. Kicsit sajnálom, mert ebből egyébként egy kis pénzből lehetne jó kocsit csinálni. Csak oda van nekem tényleg egy, nem egy ilyen nagy horály kell, hanem valami jó kis racsegép, érted? És ilyenkor jön elő a színe. Nagyon jó, hogy azért ez mégsem annyira útvar, csak rajta áll, mint 30 év pora ott a pajtába. Megint a pajta szót nem találta a képer. És a krómok is milyen szép fényesek lesznek így utána. Hát ez jó egyébként ez a pick-up. Ez mi ez? Valami Dodge vagy valami Ford lehet? Valami Ford 150 vagy 250 régi? Vagy inkább valami Dodge Ram? De nem, ez szerintem az nem egy Ram. Régen is egy, ez talán Ford lehet. Ilyen Ford 150 vagy Ford 250. Ugye a régiek. Ezek még valahogy kinéztek, ezek az autók. Ezt tudjátok ugye, hogy most jó ide nagyon utálni fognak sokan, de... Az a gumi a szar, az nem koszos. De azt tudjátok, hogy nagyon sok... keleti autót az izékről koppintottak, bármennyire is fájó lehet sokoknak, meg talán még egy picit nekem is. Izéről kopintottak nyugati autókról, sokszor amerikai autókról, ugye.
a formát. És ez nem arra gondolok, mint például a Ladánál, ugye, hogy azt a Fiat licenszed vettek, hanem tényleg voltak koppintások is, konkrét koppintások. Például az i130-asnak és az eleje meg a formaterve az dettó ugyanolyan, mint a nem tudom megmondani melyik Chevrolet kis teherautónak. Dettó, pontosan ugyanaz, hogyha egy egymás mellé rakod, akkor meg tudod nézni, hogy konkrétan az i130 az arról a típusról lett másolva a formavilág. És ez, egyébként semmi baj ezzel nincsen. Ugye sokkal egyszerűbb volt a orosz gazdaság, hát igen, dübörgött akkoriba, a sokadik 5 éves tervet ugye valósították meg, és hát a legkisebb probléma volt, hogy milyen formaterve legyen egy autónak, inkább arra törekedtek, hogy minél gyorsabban gyárthassanak, és minél többet bizonyos típusokból, szóval leszarták, hogy most az milyen formaterv, tehát kerestek egy jót, jó, ez jó lesz, lemásolták, azt Isten áldja. Jó, hát ezt is bocs, hogy itt mosogatom, de igen, irritál, hogy ilyen nagyon retek ez a gép, de egy kis mosás már is mennyi jó, milyen jót tesz, mi? Ja, ezt is valószínűleg annyit csinálok, hogy kilakatolom, meg lefestem, gyerekek, ennyi lesz. Aztán akkor most már tényleg, úgyhogy ez megvan, a következő részben mindenképpen nekiállunk a ladánknak, szétkapjuk dirib darabra. Ez az ugrás, ez a legbarátibb ennél. Játéknál, ugorj fel rá! Ezt Isten nem fog felugrani, mi? Addig már nem ér el a slagom. Na, itt se ugrasz fel, basszus. Majdnem csúnyát mondtam. Nem ugrik fel. Gyerekek. Nem tudom, hogy fasznál le neki. Ugrálva kell most néhány. Mondjuk a valóságban is így lennénk ezzel az autóval szerintem. Bár lehet, hogy valahogy azért megpróbálnak felmászni rá. Oké, nézzük meg, hogy mennyire lett tiszta. Nyílem, tiszta. A rust-ot eltávolítjuk, minden az első 3-5 csillag legyen. 9500, hát igen, a mosás egyébként nem használ így az értéknek nagyon. Viszont, ja, ezt megcsináljuk. Következő részben mindenképp, jaj, ne! És bazzad meg is nyomta. Mennyi nem már bazzad? Rohadt életbe. Hát a rohadt életbe oda némi csináld vele. Beharpettotta. Te még... hogy néz ki az a zsiguli. Te ennyire nem bótorz. Elindul. Na üljél már be, bazzad. Hát, lehet, hogy ez... nem annyira fog így elindulni, mi? Egységem, ez nagyon gyérű néz ki, te. Jó van, de... ja, hát ez a torony az meg viszont egy kicsit... mint hogyha ki lenne likadva. Nem csoda, hogy a kerékhoz beugrott ide. És ilyenkor mit tudok ezzel csinálni? Remélem, meg tudom csinálni. Hát aki... te mi van itt? Gyerekek azért ezzel... ebből, hogyha csinálok egy... tényleg egy patentautót, lehet egyáltalán? Mármint, hogy így... ezt ki tudom kalapálni? Szerintem nem tudom kikalapálni teljesen. Lehet, hogy azt csinálom, hogy... fogom, azt leszedem róla a kaszni alkatrészeket, aztán veszünk rá újakat. De viszont itt viszont ki kell kalapálnom az egész kasznit. Itt a... az eleje, azzal mit csinálok? Ez a gyerekek. De még ide is hiányzik róla. Az ablak törlő. Te Isten! Ez lehet, hogy egy kicsit kemény vállalkozás volt, vagy lesz. Az lehet, hogy egy kicsit... de milyen jól néz ki az a lemez felni. Rendesen tetszik. Ja, hát veszünk rá majd valami jó rallis felniket mindenképpen. Vagy pedig valami drag felniket. Na, lehet, hogy elbúcsúzom, annyit segítsetek már, hogy megtudok én minden izét, minden motort ebbe? Vagy csak mi a legtökösebb motor, amit a ladába bele tudnék rakni, akkor már legyen epic gyors dög. Meg hogy ezt ki tudom-e kalapálni teljesen. Fú, te! Ezt meg ugye a következő rész elején nagyon gyorsan ki... leszedem a izéket, a rozsdát róla, aztán már megy is eladásra, és akkor kerestünk rajta megint, már felmegyünk ilyen 30-35 ezer fölé minimum. Jó, gyerekek, köszönöm szépen a figyelmet, remélem elég pörgős volt a gameplay, mindenkinek kielégítette a
igényét is, nem csak pörögtem, mint majom farkán a stanyecli. Na, sziasztok!